Ebben a kísérletben az adszorpció jelenségét szeretném bemutatni, mégpedig biológiai vizsgálati anyagon. A lilahagyma színét, a vörös káposzta színét, a karalábé színét adó antocián oldaton. Céklának is ez a festékanyag adja a színét. Ebben az üvegben antocián oldat található, és ezt az antocián oldatot fogom beleönteni a főzőpohárba, és ehhez az antocián oldathoz egy kis aktív szenet fogok keverni. Az aktív szénről tudjuk, hogy nagyon-nagyon jó adszorbens, ami azt jelenti, hogy a felületén másodrendű kötésekkel oldatok összetevőit, gázelegyek összetevőit köti meg, és ezt az oldatot fogom átszűrni szűrőpapíron keresztül. És várjuk, hogy valóban bekövetkezik-e az adszorpció. Egy kis időt ugye várakozzunk el, míg megindul a folyamat, de úgy látom, hogy már is nagyon-nagyon szépen látszik, hogy a szűrlet az szintelen. Ennek az adszorpciós folyamatnak a mindennapi életben olyan jelentősége van, hogy amikor hasmenésünk van, és ugye felgyorsul a vékonybél perisztaltikája, a hasfogóként szedett aktív szén, az tulajdonképpen ezt a folyamatot végzi el a tápcsatornánkban, mert megköti a vizet a béltartalomból, megköti a gázokat a béltartalomból, és ezáltal megfelelővé válik a székletűítésünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szépen látható, egyszerű kísérlet. A 11. osztályból, 11. osztályos tananyagban érdemes bemutatni az adszorpció jelenségét.